síkidomot fogtok gyűjteni az ovisoknak, amiből egy pázlítunknak az asztalon majd összerakni. Ilyen interaktív munka folyt tegnap a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda 4. osztályosainak nyílt óráján. Ez most nem egy átlagos tanúra volt, hisz a csoportok között kicsik is megbújtak. A negyedikesek és az ovisok közösen dolgoztak. A jövendőbeli iskolások közül sokan kíváncsiak voltak az iskola világára, amelyet nekik szánt feladatukkal ismerhettek meg még jobban. A bohócon voltak szívecskék, és 4 kéket kellett beszínezni, meg 5 sárgát. A gyerekek nem egyedül érkeztek, elkísérték őket szüleik is, hogy közösen ismerkedjenek meg a Makói Katolikus Általános Iskola mindennapjaival. Szerettük volna látni, megismerni a tanárnéniket, akik az elsősöket fogják majd fogadni, meg a nagyobbik lányunk is ide jár iskolába, és hát a kisfuga is ide szeretne. A nyílt órát a 4. osztály prezentálta, bár ők már az ezres számok világában járnak, ami még messze áll a 6 évesek tudásától. Az intézmény vezetése arra törekedett, hogy a kicsik jövendőbeli tanáraikat lássák. Az ősszel induló első osztály egyik tanító nője Papnélencsis Andrea lesz, aki matematikát, környezetismeretet, énekzenét és rajzot fog tanítani. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálásra, pont ezért, hogy a különböző képességű gyerekek számára mindenképpen tudjuk biztosítani a sikerélményt, megpróbáljuk megkeresni minden kis tanulónknál azt a területet, ahol sikereket érhetnek el, és ez motiválja őket a többi területen is. A másik elsős tanítónő Haluska Zoltánné lesz, aki a magyar nyelv és irodalom tantárgyakba vezeti be a kicsiket. Régóta a pályán van, ez idő alatt a saját ízlése szerint formálta meg az apácai módszert, amellyel a gyerekek színvonalas oktatásán dolgozik. Hangsúlyt fektetünk a beszédfejlesztésre, mivel erre úgy vesszük észre, hogy a gyerekeknek egyre jobban szüksége van. Ez segíti tovább őket az olvasás tanulásban, illetve nagyon nagy segítség a későbbiek folyamán a helyesírás tanításában. Az iskolát néhány éve vette át fenntartóként a Katolikus Egyház. Ennek kapcsán keresztény nyelvek szerint nevelnek, az oktatás hittanórát és a plébánián zajló közösségi foglalkozásokat is magába foglal. Ennek ellenére az iskola évtizedes főprofilja nem tűnt el. Hagyomány az, hogy emelt szintű testnevelés tagozatos osztályról beszélhetünk, úgyhogy egy picikét a sport az nagyobb szerepet kap az életünkbe. Mindenkit megtanítunk úszni, de emellett természetesen nagyon sok egyéb szolgáltatást nyújtunk, mint például angol oktatást első évfolyamtól kezdve. Az intézmény február első 2 hetében tart alkalmassági vizsgálatot, amelyen a legfontosabb ügyességi képességeket mérik a sport területén. Ezen kívül egy felvételi elbeszélgetésre is számítaniuk kell azoknak, akik jövőre a Makói Katolikus Általános Iskola padjait szeretnék koptatni.